Mivel közlekedik Pécsen, mi a véleménye, javaslata, ami segítene csökkenteni a megyeszékhelyen a járművek okozta környezeti terhelést, illetve hogyan lehetne eljutni gyorsabban egyik pontból a másikba, milyen feltételek mellett választaná az autó helyett a közösségi közlekedést? Ezeket kérdezi az önkormányzat a városban élőktől. Azt mondaná, hogy venne egy bérletet, vagy valamilyen olyan közlekedési módot választ, ami nem biztos, hogy csak hogy busz, hanem bármi más, de mondjuk kiszállna az autóból, ami a dugót csökkenteni, meg adott esetben a környezetszennyezés, hogy ez mi lenne, vagy mi érülne fel a buszra, milyen buszszolgáltatást várna el, hogy ezeket megismerjük, mert ezeket ebben a kvázi mi zöld busz programnak hívjuk, hogy ezt a nagy közlekedés fejlesztési programot, de ezeket beépítenénk ebbe, és ezek az uniós projekt részeiként jelennének meg, illetve van, amit ha előre tudunk finanszírozni, akkor a város már előzetesen bevezetne. Ezért indult el ez a közvéleménykutatás, amelynek első eredményeit ősszel összegzik, majd mondta el Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere. Cél egy közlekedési koncepció előkészítése, ami alapján Pécs közlekedése élhetőbbé tehető a következő évtizedekre. Minden nagyváros azzal szembesül, hogy nagyon sok autó van. Ezt szeretnénk valahogy visszahozni, hogy ez ha lecsökken, akkor visszaszállnának el buszra, mennének el biciklivel, rollerrel, bármi egyéb eszközzel, tudjuk-e ezt úgy kedvezményezni nekik, ezzel ugye a belső forgalom is a városba tudna gyorsulni, a munkába könnyebben, gyorsabban be tudnának érni. És ugye ezek együtt kell, hogy összeálljanak, és ezért ennek az egyik nagy felmérése ez, amikor több ezer pécsit kérdezünk meg a véleményéről, hogy ő miként gondolja ezt, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. A Covid miatt sokan ültek át személyautóba, és így használják az utakat. Ezért nőtt meg a gépjármű terhelés Pécsen is. Ezen változtatnának, amihez kikérik a lakosság véleményét kérdező biztosokon keresztül, személyesen, telefonon vagy online ezekben a hetekben.